Rövid műsorral mondta köszönetet az új játszótérért az iskola lelkes apróságai, akik nagy örömmel vették birtokba az eszközöket. Csúszda, libikóka és számos más színes, biztonságos játék szórakoztatja mostantól a gyerekeket a szünetben. De nem csak a kinti újdonságokban lelhetik örömüket a diákok, csütörtökön egy okos tantermet is átadtak az intézményben. Így az Alba Innovárral és a Székesfehérvár fejlődéséért alapítvánnyal közösen megvalósított speciális tantermek száma 4-re bővült az idei évben a városban. A rajzórától kezdve az énekóráig mindenféle műveltségterületet lehet tanítani a gyerekek számára. Mindig el szoktam mondani, hogy ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy a digitalizáció önmagában mivel nem minden, sőt azt is el szoktam mondani, hogy van olyan kollégám, aki krétával és zöldtáblával jobb órát tud tartani, mint félreértett, tévesen értelmezett digitális órákat mások. Azt gondolom, hogy az arany középút, amire mindenképpen oda kell figyelnünk. Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott az összefogásért, mint mondta, fontos cél, hogy minden iskolában legyen a jövőben hasonló okosterem. Érdekes, hogy ma, bár véletlenül történt így, de mégiscsak nem csak egy okostanterem átadóján vagyunk, hanem a kín az udvaron, a Munkácsi udvarának megújítása is egy fontos lépcsőfokhoz érkezett, hiszen ugye egy új játszótér részt is át lehetett adni, szintén összefogásból, ami a mozgásról szól, a természetről szól, a sportról szól, a szabadidőről szól, egyáltalán a levegőn való tartózkodásról szól, ez az okostanteremről szól, és lám-lám a kettő elfér egy iskolában, ahogy elfér a mindennapi életünkben is. Laufer Tamás, az alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, az eszközök biztosítása mellett a pedagógusok képzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk mozogni a 21. században, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni, talán nem is kell itt a Covid időszakban, hogy erről a hatékonyságról beszélni, hogy mit jelent, hogy én karanténban vagyok zárva, de mégis a külvilággal folyamatosan tarthatom a kapcsolatot, elvégezhetem a munkámat, a bevásárlásomat, stb. És úgy, hogy ezt mindezt nem kell elhagyni ahhoz a lakásomat. Tehát a hatékonysághoz mindenképpen kellenek az eszközök. De valójában ami legjobban kell, az a know-how, és ezt meg kell tanulni, bátornak kell lenni. A Munkácsiban a fejlesztések sorait nem áll meg. A közeljövőben összesen 250 millió forintot fordít az intézmény felújítására Székesfehérvár önkormányzata. A hamarosan kezdődő nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően korszerűsítik a vizes blokkokat, és megtörténik az épület teljes körű energetikai felújítása.